Termelési oldalról kevésbé rázta meg a magyar mezőgazdaságot a koronavírus járvány, piaci oldalról azonban komoly hatások mutatkoztak. Így értékelte az elmúlt hónapok történéseit Csányi Sándor, az OTP vezérigazgatója, a Bonafarm csoport tulajdonosa, abban a beszélgetésben, amit Györfi Balázsal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével folytatott. A szakember annak a véleményének is hangot adott, hogy legalább 30-50 mintagazdaságra lenne szükség az országban, amelyek összefogják a termelői csoportokat. Olvasható a Magyar Mezőgazdaság eheti számában. Mérföldkőhöz érkezett a hazai agrárfelsőoktatás. Augusztus 1-én négy intézmény integrációjával létrejött az új Szent István Egyetem. Mint a lap tudósításából kiderül, bár az új egyetem létrehozása nagy munkával járt eddig is, a következő öt hónap is intenzív időszak lesz. Január 1 ugyanis az egyetem, a NAIK intézeteivel kiegészülve alapítványi fenntartásba kerül. A nyári aratás végeztével arra is kíváncsiak voltunk, hogyan ítéli meg a malmus szakma az idei termés mennyiségét és minőségét. Mind kiderül, erről a megfogalmazott kritika mellett a molnároknak is vannak kérdései. Biztató képet mutat ezen a nyáron is a csemege kukorica. A külföldön és itthon egyaránt keresett termék alapanyagát az idén 33 ezer hektáron vetették a gazdák. Figyelni kell rá, mert a szemes kukoricához viszonyítva ennél a növénynél sokkal nagyobb odafigyeléssel lehet csak elfogadható nyereséget elérni. Vajdasági tudósítónk felemás hírekről számol be, ahol gazdag búzatermést takarítottak be a gazdák, hosszú évek óta a málna termesztők is elégedettek lehetnek, a paradicsom termesztők és az állattenyésztők azonban lassan a tönk szélére kerülnek. Több más érdekes írás mellett alapban megtalálhatók a szokásos heti, a tőzsdei árakat, a piaci információkat, valamint a jogszabályokat, pályázatokat és közleményeket ismertető rovatok. Magyar mezőgazdaság. Csak olvasni kell.